elmúlt két év a bekockózás éve volt, előfizettünk a streaming szolgáltatókra, kanapéztunk, és igazából mindenki megtapasztalta, milyen otthon filmet nézni. Viszont azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy ezt abba hagyjuk, és hogy visszatérjünk a moziba, jó leső popcorn illatot érezzük, már persze ez is megosztó, hogy ki szeret popcorn lenni, ki nem, én szeretek, én is. És egyetlen a moziterem hangulatát újra átéljük, és ezt megtehetjük a ma kezdődő és vasárnapig tartó 11. budapesti zsidó és izraeli filmfesztiválon, az Ötneposz fesztivál alatt, hogy egészen pontosan mire számíthatnak, arról Borbás Gergő főszervezővel beszélgetünk, és itt van Olá Kata rendező is, aki Keleti Ágnes életéről forgatott egy fantasztikus filmet, ami majd vasárnap debütál. Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Kezdjük azzal, hogyha megengedett, Gergő, ne haragudj! Ágikám, mindent, ma mindent? Mitől zsidó egy filmfesztivál? Mitől zsidó egy filmfesztivál? Ez nagyon jó kérdés. Hát attól, hogy valamilyen típusú fénytörésben mutatja meg ezeket a filmeket. Lehet ez zsidó tematikai film, lehet ez izraeli film, lehet ez olyan film, ami mindannyiunk életéről szól, de valamiért éppen abban a fénytörésben látjuk. És műfajilag pedig a komédiától, a drámán át, az életrajzi művekig, a dokumentumfilmekig, kisfilmekig minden típusú film tud zsidó film lenni. Most lesz a premier, ugye? Tehát a Keleti Ágnes életéről szóló dokumentumfilmjének most lesz végre a valós premierje. Mire számít? Hát én azt remélem és arra számítok, hogy itt a fesztiválon is, a premieren is, és utána a moziban, mert hogy utána kerül a mozikba, hogy nagyon sokan megnézik. Mert azt gondolom, hogy a Keleti Ági története nem csak az, hogy ugye beszélünk egy 101, mindjárt 102 igen. éves hölgyről, lányról, néniről, az ő lazaságával nem is tudom, hogy mi a legmegfelelőbb, hogy mondjam, hanem az ő története annyira példaértékű, tehát a sikert ilyen szerényen és ennyire lazán megélni, ebből szerintem mindannyian tanulhatunk a mai világban. Nekem legalábbis ez volt a legfontosabb az ő történetében. Aztán mondjuk a kiegészítésnek, hogy ő a világ legidősebb élő olimpiai bajnoka, ugye tornász, és hogy nagyon kevesen, hát értem szerint korából adódóan, és nem kevesen ismerik, és én hallottam, hogy te is 99 évesen volt, amikor láttál róla egy videót, te is egészen későn ismerted meg. Mi volt az, ami miatt ennyire mégis azt mondtad, hogy ebből filmet kell forgatni? Emiatt, pont amiatt elmondtál, hogy itt van ez a Keleti Ágnes, aki a világ élő legidősebb olimpiai bajnoka, és hogy nem ismerjük a történetét, hogy nem készült még róla egy egész estés dokumentumfilm, amikor 10 éremmel, egy ilyen élettörténettel, egy ilyen, és hát mint női alkotó, ha mondhatom így, nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket az ilyen nagyon erős, nagyon fontos női történeteket ne csak pasikról szóljanak a dolgok, ezeket mindenképpen elvigyük a nézőkhöz. És azt gondolom, és ezt beszélgettük, hogy ráadásul fantasztikusan, vagy szomorúan aktuális az ő története, mert ugye az ő története, a sportsikerei elválaszthatatlan attól a 100 évtől, ami mindannyiunk élettörténete, amiben háborúk, ami sajnos megint itt van, és ma, a mai időkben hány olyan ukrán, szír, sportoló lehet a világban, aki nagyon szeretne a saját hazájának sikereket hozni egy-egy sport versenyen, de nem tud. Gergő, egyébként milyen ötnapos filmhét során, milyen típusú filmekből lehet csemegézni? Az amerikai filmeken át, az izraeli filmekig, 10 izraeli filmek készülünk. Aha. Ezek nem csak nagyjátékfilmek vannak, hanem dokumentumfilmek is, vagy rövidfilmek? Nem csak nagyjátékfilmek vannak, hanem van rövidfilmes blokkunk is, sőt, 11 rövidfilmet levetítünk összesen a nagyjátékfilmek előtt. Szóval azok is láthatnak rövidfilmeket, akik a nagyjátékfilmekre vásárolnak jegyet. És egyébként pedig van egy visegrádi blokk is, a V4-es országokkal közösen csináltunk egy rövidfilmes blokkot, hiszen valahogyan azért a zsidó identitás itt Közép-Európában nagyon más típusú zsidó identitás tud lenni a háború miatt, azért mert nagyon sokan visszajöttek esetleg, itt maradtak, vagy már második, harmadik generációs túlélőként érkeztek vissza. Szóval, hogy nagyon különleges az a szövet, amivel itt dolgozunk szerintem Közép-Európában. Mely mozikban lehet találkozni ezekkel a filmekkel? A Puskin és a Művész moziban zajlik a fesztivál, de aztán a fesztivál után valahogyan online formában is elérhetőek lesznek a dokumentumfilmek, úgyhogy aki játékfilmet szeretne nézni, az mindenképpen menjen vissza a moziba, és a nyitó vetítés pedig az Armageddon Time című vetítés, Anthony Hopkins főszereplésével, parádés szereposztással, ez egy amerikai film,
A 80-as években játszódik Amerikában, a holokauszt elől kivándorolt zsidó család történetét láthatjuk. Van valamiféle díj is, ugye, amit itt el lehet nyerni valamelyik alkotással? Igen, ahogyan mondtátok, 11. zsidó és izraeli filmfesztivál, úgyhogy most már a második évtizedében lépett a fesztivál, és egy valódi filmfesztiválon pedig díjakat is osztanak, úgyhogy mi a rövidfilmes díjat fogunk osztani, a legközösségibb díjat fogjuk kiosztani, a Tikkun Olam díjat, ami egy héber kifejezés, a világ megjobbítása, úgyhogy az a film is díjat fog kapni, ami leginkább a világ megjobbítására törekszik, de lesz közönségszavazás, ahol értékes nyereményeket nyerhetnek a nézők, úgyhogy díjeső is lesz a fesztivál záróvetítése előtt. Te melyik filmet várod legjobban? Én a legjobban... Én nagyon várom az Örök Zöldek című filmet, ami egy vígjáték. Egy nyugdíjas otthonban az orvosi marihuána pozitív hatásaira jönnek rá a nyugdíjasok. És aztán nem csak használni, hanem árulni is kezdik a nyugdíjas otthon lakói. Izgalmas. Se is elmerni, mert hogy itt már Igen, én tegnap megvettem a jegyemet a vasárnapi bemutatóra, a Keleti Ágnes dokumentumfilmre, mert hogy annyira tetszett, így, hogy készültem fel és találkoztam vele, és örültem ennek a témának, hogy így legalább szembe jött. Ma nem tudok sajnos elmenni az Armageddon Time-ra, mert színházba megyek Gergő. De Víg Színházból leszek, csak úgy mondom, de hogy vasárnap ott leszek 7-kor. Keleti Ágnes nem lesz ott? Hogy van ő? Lehet vele találkozni? Hát az a helyzet, hogy úgy döntöttünk a családdal, hogy nem. Tehát, hogy nagyon szerettük volna, de hogy már azért nincs olyan egészségi állapotban, és nem merjük kitenni annak, persze, hogy bármi, most azért az influenza is, meg igen, minden, úgyhogy... Hát januárban 102 éves lesz, úgyhogy az biztos, hogy vigyázzunk el most. Hát minden esetre nagyon gratulálunk, hogy elkészülhetett ez a film, és nagyon drukkolunk, hogy sikeres legyen. Majd gondolom külföldön is azért látható lesz. Igen. 60 éven keresztül jött, ha jól tudom, Keleti Ágnes. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek, és nagyon sok sikert kívánunk. Tehát mától indul 5 napon keresztül. Vasárnap. Köszönjük szépen.